Ennél a nyíregyházi nyomdaipari cégnél a munkavállalók többféle béren kívüli juttatás közül választhatnak. Egy maximálisan meghatározott keretösszegből egységesen közel bruttó 13 ezer forintot kaphatnak havonta adómentesen. A dolgozóknak a nagyon nagy százaléka a kafetéria igényből vagy a kínálatból kettőnek a kombinációját használják a legszívesebben. Ez azt jelenti, hogy az egy hónapban maximálisan adható Erzsébet utalványnak a maximumát használják kint, valamint a fennmaradó összeget a szépkártyának a vendéglátás zsebébe kérik feltölteni, mert ez a zseb a legjobban átjárható, amit akár utazásra vagy vendéglátásra tudnak felhasználni. A turizmus fellendüléséhez jelentősen hozzájárult a szépkártya. Tavaly 9,5 milliárd forinttal töltötték fel a munkaadók a kártyákat. Az idén már 1 millió 253 ezeren kapták itthon ezt a fajta béren kívüli juttatást. A szépkártyával rendelkezők számlájára közel 20%-kal többet töltöttek fel a munkáltatók, tehát ez 2015-ben ez 90,5 milliárd forint volt. A szépkártyán kívül a kafetériában más elemek is népszerűek. A Máté Szalkai Szatmár Optikai Kft.-nél is szabadon dönthetnek a béren kívüli juttatásokról a dolgozók. Mostanában a lakáshitelt is elég sokan igénybe veszik, mivel ez egy adómentes juttatás. Itt meg kell jegyeznem, hogy a lakáshitel az adminisztrációra viszonylag bonyolult, és ezért a dolgozók nem nagyon választják ezt a fajta juttatási formát, bár kedvező adózású elemnek minősül. A legtöbben az étkezési utalványt választják. Az új kafetéria szabályok szerint az Erzsébet kártyákat készpénz váltaná fel, 100 ezer forintot kaphat adómentesen a munkavállaló évente. A juttatások köre még bővülhet is. Bekerülnek az adómentes juttatások közé a mobilitás célú lakhatási támogatás és a különböző egészségügyi szolgáltatások is. Sőt, a munkáltató részben fizetheti dolgozója albérleti díját is, ha 60 kilométertől távolabbról ingázik a munkavállaló.